Vai Ádám 61 évesen nyomorúságos körülmények között hunyt el. Életében Rákóczi egyik legfőbb bizalmasa volt, gyakran közvetített a protestáns rendek és a katolikus fejedelem között. Katonai tevékenységet nem folytatott, az udvari hadak főparancsnoki jogköre alapján mégis a legmagasabb rangú tábornokok közé sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy a múlt történelmi hagyományait vaján a hazaszeretet, a nemzet szeretete, Rákóczi féle szabadságharc, Vai Ádám vajának születte, aki tábornoka volt Rákóczinak. Azt gondolom, hogy az ő akkori munkájuk, életüknek feláldozása, munkásságnak feláldozása a nemzetért a mai generációnak is mintát adhat, hiszen azt gondolom, hogy egy kicsit az aktuál politikai párhuzamot kell húznom. Ma is a kereszténység védelme az egyik fő feladatunk, és annak a nemzetnek a határainak, amit Magyarországnak, Kárpát-medencének hívunk, magyar nyelvünkkel és magyar kultúrával, itt az egyik szatmári kultúra fellegvára. Azt gondolom, hogy méltó helyszín egy ilyen konferencia megrendezésének. A Vai Ádámról elnevezett múzeumban tartott, szerdán kezdődött kétnapos konferencián számos múzeum igazgatója vesz részt, de Rákóczi kutatók is tartanak előadásokat, amelyek a Vai családról és a Rákóczi szabadságharcról szólnak. A szatmári béke előtti utolsó tanácskozását Rákóczi és vezérkarai tartotta ebben a várban, és azt is mondhatnánk, hogy innen indult aztán a számüzetésébe. A Rákóczi hagyományok őrzője a Vai Várkastély, talán Tarpa mellett a legjelentősebb Rákóczi emlékhely a megyében. Arra pedig igazán büszkék lehetünk, hogy a mai Magyarország területén, talán történelmi Magyarország területén is leginkább Kurucvidéknek Szatmár, Szabolcs és Berek számít, hiszen innen indult ki a Rákóczi szabadsághoz, és itt is ért véget. A megemlékezésnek méltó helye a Vai Ádám Múzeum, amely a vidéki múzeumok közül az egyik legtöbb történelmi adatot tartalmazó kastély is egyben. A kastély teljes rekonstrukciója megvalósult, 2001-ben fejeződött be, ez akkor nagyságrendileg több mint 400 millió forint összegű beruházás volt, ez akkor, illetve még a mai számítások szerint is igen komoly beruházásnak minősül. A vajai fejlesztések itt nem álltak meg. 10 évvel ezelőtt városi címet kapott a település, azóta elindultak az iparterület és a turisztikai fejlesztések, valamint új egészségügyi központ építése is elkezdődik idén. Középületek újulnak meg, 300 millió forintból kerékpárutak épültek. 1 milliárd forintból pedig egy ivóvíz minőségjavító beruházás is megvalósult.